Gyógyító fény a családban. Safe Laser, a magyar találmány. Segít a kisbaba popsitól a nagypapa hátfájásig. A családbarát orvostechnikai eszköz. A klinikákról kiszabadulva 10 éven belül otthonunkban jelen lesz, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Safe Laser, a családbarát fény. www.családbarátlaser.hu. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Safe Laser felhasználókat. A Safe Laser tudástár adását láthatják. Pécs Mónika, a Safe Laser BT marketing igazgatónője, és Bell Barbara, a Viva Natura Safe Laser tanácsadója és oktatója. Jó magam itt a riporter és a nagy kérdések feltevője szerepében szeretnék itt nem tetszelegni. Egy kis sztorizással kezdjük az egészet, tehát majdnem egy évvel ezelőtt ismerkedtünk meg Mónika annak kapcsán, hogy meglátogattatok bennünket, és volt valami érdekes dolog a kezdetekben, amiben én hittem is, meg nem is, tehát megmondom őszintén, hogy ez volt a mi kis történetünk, amit úgy hívnak, hogy Safe Laser, biztonságos lézer, megismerhettem az egész familiát, apósodat, kedves férjedet, akiknek ez az egész fantasztikus dolog köszönhető, és majd elkezdtem önmagamat kezelgetni a lézerkészülékkel, és nem várt eredményeket kaptam. Én, mint egészségbefektető, nagyon fontos a számomra, hogy semmiféle mesterséges medikát ne használjak, ugyanakkor a stressz és mindenféle problémák engem is ugye elérnek, rendszeresen sportolok, még fájdalmaim is vannak, néha biciklizek, a gördeszkára még nem merészkedtem, de törömzúzom magam úgy szintén. Tehát szinte nem találtam az életnek olyan területét, ahol ne tudott volna segíteni a kislányom, aki allergiás nyaranta a családon belül is, és mindenkinek oda tudtam adni valamilyen aspektusból a lézert, és igazából az első kérdésem az felé annyiban irányulna, hogy azon kívül, hogy nagyon komoly családi elkötelezettséged van, te hogy győzted meg magad arról, hogy a Safe Laser ez egy fantasztikus dolog, és ezzel igenis érdemes az életednek egy komoly idejét eltölteni és ráfordítani a tudásodat és az energiádat? Nekem ez nagyon egyszerű volt, ugyanis sok-sok évvel ezelőtt apósom részt vett az első polarizált fényű lámpáknak a kifejlesztésében, amiből aztán később a bioptron lámpa is kifejlődött, és nekünk körülbelül már 20 éve mondogatja, hogy a nagyon-nagyon jók ezek a polarizált fényű lámpák, de alapvetően a mélybeni hatásoknál a szervezetben sokkal intenzívebb hatást lehet elérni lézerekkel, de hát akkoriban a lézerek még nagyon drágák voltak, elérhetetlenek voltak, csak különböző szakvizsgával rendelkeztek, ők használhatták kórházakban védőszemüveggel, és annyit mondogatta, nekem az első tapasztalatom az volt, hogy évekkel ezelőtt volt egy nagyon-nagyon komoly sérülésem, amikor eszkábáltak nekem egy ilyen speciális lámpát, aminek már ilyen részben lézerekhez volt köze, fogalmam nem volt, hogy mi az, én csak világítgattam magam, mert nagyon meg akartam gyógyulni, és döbbenetes módon egy ilyen szalagsérülés, zúzódás, húzódás, minden, amiből hosszú hetek a felépülés, fekvőgipszem is volt, töredékidő alatt felépültem. És aztán 10-15 évvel később megint duruzsolt apósom, hogy de a lézerek, és egy olyan élethelyzetbe kerültünk, amikor az egyik ismerősömnek le akarták vágni a lábát, mert hogy egy nagy fekélyes seb volt rajta, évek óta nem gyógyult, és gyakorlatilag akkor eszkábáltunk neki egy kis lámpát, mert nem volt annó pénze arra, hogy ő vegyen bármilyen polarizált fényű lámpát, mert ezek ugye több százezer forintos lámpák voltak, és csodák módjára begyógyult neki ettől a lézertől ez a nagy fekélyes seb, és akkor hát az orvosai csodálkoztak, mert évek óta nem tudtak vele mit csinálni, és gyakorlatilag itt, az egész sztori az itt indult el. Barbara, te nehéz kimondanom, de több mint 20 évet töltöttél el az egészségügyben, és szinte minden bugyrát végigjártad. És amikor azt mondja a Mónika, hogy mélyebbre hatnak a lézerek, én már láttam, hogy a te kis fejedben ez megjelenik, 3D-be elképzeled, hogy a lézer milyen módon, hogy éri el a szerveket, belül a szöveteket. Milyen élmény volt neked ismerkedni a Safe Laserrel, illetve ez egész technológiával, amikor bárki kimerte azt mondani, hogy gyógyító lézerek, ugye, mert amiről azt mondják, hogy gyógy és nem éppen gyógyszer, azt általában komoly averzióval fogadják az emberek, és mégis azért az egészségügyben szocializálódott gondolkodásmódjában, tudásában, szakmai képzettségében milyen módon tudta befogadni és integrálni a saját tudásába ezt a csodálatos dolgot, hagyd mondjam el, mert ez a saját véleményem, megtehetem. Hát eleinte én is furcsán
kezdtem el barátkozni ezzel a készülékkel, és aztán saját magamon próbálgattam egyéb fájdalmakra. Akkor már nagyon felkeltette az érdeklődésemet, mert volt egy krónikus fájdalom, ami a lábfejnél volt egy ilyen kis sérülés, nem sportsérülés, tánc közben szereztem, de... A nézők újabb részleteket szeretnének. Milyen táncról beszélünk? Egy kongresszus alkalmával táncoltam, és ráléptek a szandálnak a talpára, és a lábam tovább ment volna, de visszahúzta a szandál, és ennek köszönhetően a kis lábtő csontoknál lévő nagyon kis pici apró szalagok kellőképpen meghúzódtak, és ez egy nagyon makacs fájdalom és nagyon makacs sérülés. Nem kell begipszelni, nem kell vele semmit csinálni, kicsit nyugalomba kell helyezni, és akkor el fog múlni a fájdalom, de ez egy ilyen krónikus fájdalom már alakult át, mert ugye a munkámból adódóan se tudtam ezt olyan intenzíven pihentetni, és minden egyes cipőváltásnál megéreztem, hogy lapos talpú, magas sarkú, csizma, kis szűk cipő, és akkor találkoztam az 500-as készülékkel, pont egy ilyen cipőváltás volt, na hát mondom, én akkor ezt letesztelem, mert hát csak azt hiszem el, amit én tapasztalok, és konkrétan 3x10 perces kezelés után, mintha elfújták volna ezt a fájdalmat, ami bizony azért jó pár napig, akár hetekig is eltartotta, míg a cipőbe megszokta a lábam a tartást. Ez volt az első, ami nagyon meglepődtem. Köszönöm, idáig is komoly elképzelésem voltak az orvos konferenciáról, de az én táncos estélyeket nem is tudtam elképzelni, hogy ilyen sportsérülés, ilyen táncsérülések lehetnek. Mind a ketten hölgyek vagytok, ez egy óriási felfedezés volt a riporter részéről. Tudomásom szerint komoly családi háttérrel, tehát neked is kiterjedt családod van, Mónikának is, hogy ilyen családbarát szempontból hogy látjátok, hogy mennyire fontos az, hogy egy családon belül valamilyen lézer legyen? Milyen módon lehet ezt úgy kihasználni, hogy szinte minden családtag, a kutyától a nagymamáig, már bocsánat, hogy a kutyákat is belevettem, de tudja hasznosítani a lézert, és mindig mondjátok el mellé, hogy ez mitől adatik meg neki? A háromfajta lézerkészülékünk van, a legeslegkisebb, ez a Safe Laser 30-as, akkor van egy 150 milliwatt teljesítmény a Safe Laser 150-es, és van egy 500-as infra, ami a mélyebb rétegekbe is képes behatolni. És én a középső készüléket szeretem a legjobban, el is neveztük úgy, hogy ez a család orvosa, ugyanis ennek a legsokrétűbb a felhasználási lehetősége, és azt gondolom, hogy minden családban ott van a helye, ahogy a műsor elején te is kezdted, hogy számos problémára lehet használni. Tehát tényleg van egy ilyen nagyon aranyos kis ábránk, ezt majd biztos bevágják, egy ilyen ember ábra, ami rajta van, hogy a fülpanaszoktól kezdve fogászati problémák, allergia, asztma, bőrproblémák, mozgásszerű fájdalmak, tehát tényleg nagyon nagy a felhasználási köre. Eleinte ezt a kis ábrát nem akartuk megcsinálni, mert kicsit olyan hatása van, mintha ez valami csodatermék lenne, hogy ez így mindenre jó, és általában ami mindenre jó, az semmire nem szokott jó lenni. Most ez azért van, hogy ennyi területen tudjuk felhasználni, mert három alapvető tulajdonságot tud ez a lézerkészülék, illetve mind a három. Az egyik, hogy fájdalomcsillapító hatásuk van, a másik gyulladás csökkentő, és a harmadik egy úgynevezett biostimulációs hatás. És az összes többi terület, amire lehet használni, emiatt a három dolog miatt van. A biostimuláció talán nem mindenki ismeri, az annyit jelent, hogy stimulálja a szervezetet, tehát a szervezetnek az öngyógyító képességét képes fokozni. Ez még annak idején 1966-ban egy magyar felfedezés volt, dr. Mester Endre, aki azt kutatta, hogy vajon a lézerfénynek van-e olyan káros hatása, mint mondjuk a röntgensugárzásnak, mert hogy akkor tájt azt már tudták, hogy veszélyes dolgok ezek a sugarak, úgymond, és elkezdte patkányokon vizsgálni a hatását a lézerfénynek, és nagyon megdöbbent, hogy nem csak, hogy nem találtak káros hatásokat, hanem azt vették észre, hogy ott leborotválták a szőrt a patkányokról, de egyszerűen gyorsabban kezdett el növekedni, és aztán később, hogy tovább kutatták, ebből Mester Endre volt, aki elsőként a világon leírta ezt a mondhatni orvosi fogalmat, hogy biostimuláció, ami annyit jelent, hogy a lézerfény hatására a sejteknek az anyagcseréje fokozódik, és ezáltal a regenerációs képesség az gyorsul, és nem csak, hogy fokozódik, hanem új sejtek, új szövetek, új hajszálerek tudnak képződni ennek hatására. Úgyhogy ez a biostimuláció ma már aztán nyilván tovább lett az elmúlt 30-40-50 évben kutatva, és számos dologra tud hatni a szervezetünkben. Szerintem, ha részletekbe belemennék, akkor estig itt ülhetnénk. Tehát végül is ez a három dolog, hogy fájdalom, csillapító, gyulladás, csökkentő, biostimulatív,
emiatt van az, hogy sok-sok helyen használjuk. Tehát például a fülgyulladásoknál nagyon-nagyon hatékony, ugye gyulladás csökkentő hatása miatt. És felsorolhatnánk itt az összes betegséget, amire ajánljuk a készüléket. Természetgyógyászatban ezt a biostimulációt mi úgy fogalmazzuk meg, hogy a belső orvos. De ez sokkal tudományosabb, amit te alkalmaztál. Azt szerettem is tőled, Barbara, megkérdezni, hogy most már több száz embernek adtál tanácsot, több száz embert kezeltél rendszeresen lézerekkel. Neked mi volt az az első átütő eredmény, amikor azt mondtad, hogy most is nem a táncsérlésre gondolok, hanem amit már többi emberek társadnak segítettél? A fájdalomcsillapítás területén káprázott el leginkább ez a készülék, és most is jár még hozzám Dombováról egy úriember, akinek összetett problémája van, és ennek talaján kialakult egy olyan nagyon hosszú idegrendszeri szakaszt érintő elváltozás, aminek a következtében neki borzasztó fájdalmai voltak, illetve amputálni kellett az ő egyik végtagját comb középtől, és fantomfájdalmai is vannak, és ő volt az első olyan nagyon nagy kihívás, hogy megpróbálni őt úgy kezelni, hogy a fantomfájdalom is elmúljon, és gyakorlatilag a negyedik kezelés után számolt be arról, hogy ez a fantomfájdalom sokkal ritkábban jelentkezik már, rövidebb ideig tart, és sokkal elviselhetőbb, nem úgy, mint régebben a kezelés előtt. És azt hiszem, hogy őszintén be kell, hogy valljam, hogy ez az, amikor azt mondtam, hogy feltétel nélkül hiszek ebbe a készülékbe. Két dolgot tegyünk itt helyre. Az egyik az, hogy aki megteheti, az önmagának ezt megfelelő oktatás után elvégezheti otthon. Tehát nem azért jár fel Dombováról, mert ez csak egy speciális helyen lehet elvégezni, mert ez egy otthonhasználatú lézer, ez fontos. Csak hogy a néző tudja, hogy a másik az, hogy igenis egyfajta tudásanyagot itt érdemes átadni. Egyrészt annak is, aki valaha azt mondja, hogy hú, ez egy csodálatos dolog, és én kereskedő akarok lenni, bárki megkérdez tőle bármit, akkor arra kéne tudni válaszolni. Alapvető anatómiai ismeretekre, hogy mit tudom én, egy csípő problémát, hol kell kezdeni, milyen módon, mennyi ideig, és úgy hallom, hogy erre is vállalkozom mostanában. Igen, pont holnap lesz az első tanfolyam. Mint egy kedves néző, amikor megnézi két hónap múlva, nem tudja, csak erre azt kell tudni, hogy rendszeresen van lesz, Viva Naturánál ilyen oktatása a lézerekkel kapcsolatban. Bocsánat, Fritte. Igen, fontosnak tartottuk azt, hogy annyira hatékony a készülék, és annyira gyors hatást lehet vele kiváltani, mindenféleképpen valamilyen módon meg kell tanítani a jó használatát is. És ezért kezdtük el ezt az oktatást, és szerintem így méltó módon lehet majd kommunikálni is róla, információkat beszerezni, folyamatosan jönnek vissza a visszajelzések is, és az a cél, hogy minél több családban megtalálható legyen ez a készülék, mert nagyon sok mindenre alkalmas, akár a háztartáson belül is. Megragadott egy mondat, Mónika, amikor azt mondtad, hogy a patkányoknak gyorsabban nőtt a szőrzete. Na most, ami az állatgyógyászban működik, mi lenne, hogyha azokat a területeket is felvetnénk, mint kozmetika, hajápolás, tehát hogy milyen csalfa reményeket tudunk adni esetleg még. Most ugye ezekre még nincsenek engedélyek, de gondolom kísérletek már folynak, hogy a kozmetika területén egy gyönyörű sejmes arcot, ami nektek van, gondolom nagyon sok nő szeretne, olyan rengeteg haját, mint nektek van, nagyon sok úr is szeretne. Hogy van erre remény, hogy a biostimuláció, amikor felgyorsítjuk az energiacsere folyamatokat, minden olyan lehetőséget megragadhatnánk az emberi testben, ami egyébként korral, genetikailag már elvileg egy ilyen idősebb korszakhoz megy, de lézer segítségével mégis megfiatalodhatunk, és esetleges olyan dolgokat is megtehetünk még, amit egyébként már korábban nem mertünk megtenni. Ez most egy nagyon jó körkérdés volt, de azt hiszem, hogy a férfiakat általában egy idő után mindig érdekli ez a haj kérdése. Na ez a második azért, tehát az első. Kezdjük az elsővel a kozmetikával? Nem. Értem, oké. Térjünk inkább a hajra vissza, ha már erről volt szó.
Természetesen ugyanúgy képes stimulálni a hajhagymákat. Erre most a hivatalos szakirodalom azt írja, hogy a 2 évnél nem régebben elhalt hajhagymákat képes újra stimulálni, regenerálni. És most épp folyamatban van egy olyan nagyon speciális készülékünk kidolgozása, ami kifejezetten a férfiaknak lesz egy nagy öröm. És bár erről még lehet, hogy nem beszélhetnék túl sokat, de azt gondolom, hogy ezt sokak fogják szeretni és fogják használni. És hát a kozmetikára egy picit visszatérve, természetes, a kozmetikában azért szokták nagyon szeretni, egyébként Barbara dolgozik együtt kozmetikusokkal, biztos erről beszél egy kicsit bővebben, hogy kozmetikában bármilyen bőrtípusa van valakinek. Tehát a száraz bőrűeknek azért nagyon jó, mert gyakorlatilag a ráncoknak a csökkentésében tud segíteni, segíti a kollagén termelést, tehát a bőrnek a rugalmasságát képes visszaadni. Ha viszont van valaki, akinek zsíros bőre van, pattanásos aknés bőre, nekem például évtizedeken keresztül nagyon-nagyon aknés pattanásos bőröm volt, és hát elméletileg a hegek miatt most borzalmasan kéne kinézzen az arcom, de hogy ha lézerrel kezelnek különböző pattanásokat, nem csak hegmentesen gyógyulnak a sebek, de hát természetesen minden jótékony hatás ott van, tehát a gyulladás csökkentés, de talán a legfontosabb a hegmentesebb gyógyulás és a gyorsabb sebgyógyulás. Kizárólag kifejezetten aknéra ez a fajta lézerfény önmagában nem elegendő, ez majd megint egy másik műsor témája lehet, de arra mindenképp hatékony, hogy a pattanásos problémás bőrt kezelik, fagyűműködést, zsírszabályzást képes beállítani, úgyhogy serdülő lányok, fiúk nagyon-nagyon szokták szeretni, hogy pillanatok alatt 1-2 héten belül nagyon látványos javulás van az arcbőrön. Tehát a kozmetikusnak egy csoda eszköz lehet egy ilyen közepes lézerkészülék, egy kozmetikai fejjel, mert nagyon okos vagyok ebben a dologban. Tehát őket is várod az oktatásra, igen, a képzésre. Igen, igen. Hogy jutott ez az eszetekbe? Megismerkedtem egy fantasztikus kozmetikus hölgyel, aki a csapatunkban együtt dolgozunk, és ő mutatta meg, hogy is kell elképzelni egy ilyen kozmetikai kezelő fejjel egy kezelést. Személyesen részt is vettem egy ilyen kezelésbe, többen is, és fantasztikus volt a látvány. Tehát speciális krémet kevert össze, ő saját maga, tudta nagyon jól, hogy mit kell beletenni, milyen alkotó részek azok, amik kifejezetten ezzel a 660 nanométer hullámhosszú piros lézerrel sokkal hatékonyabban tudnak beépülni a bőr szerkezetébe, és amikor elkezdte a kezelést, akkor úgy megmutatta a két arcfél közötti különbséget, és látványos volt tényleg az a pár perc különbség, hogy mennyivel intenzívebben tudja bevinni a lézer ezeket a speciális hatóanyagokat, és hát úgy, ahogy a Móni mondta, ugye a kollagén képződés, egyáltalán a szöveteknek a rugalmasságát visszaadni, feltölteni és kisimítani a ráncokat nagyon hatékony. Az igazság, hogy most már szint kell vallanom a hölgyeknek. Jobb lenne, ha külön-külön lennétek, de most már... és ott kell szint vallanom ebben a dologban, hogy abban a pillanatban, hogy megtapasztaltam a széflézernek azt a fajta biostimulációs hatását, azon adódott az is, hogyha bármi hasznos dolgot mellé teszünk, táplálkozás kiegészítő, tápanyagbevitel, de akár kívülről kozmetikai szer, akár kívülről egy ízületnek egy stimuláló szer, hogy közvetlenül jussanak be az ízületekbe azok a tápanyagok, amit egyébként szájon keresztül szoktunk bevinni, mivel egy kis hobbim van, 25 éve termékeket fejlesztek, és ennek ez egy hozadéka lesz, hogy nanotechnológiás kozmetikai anyagokat a kozmetikus segítségével, természetgyógyászok, csontkovácsok segítségével azokat az anyagokat létrehozzuk, ami például egy térd, egy ízületi problémánál adódik. Ugyanúgy adódik, hogyha ha már hajhagymát akarunk stimulálni, akkor természetesen legyen már olyan kenceficénk, ami ezt sokkal jobban megnöveli, mert szindifikánsan lehet majd látni, hogy amikor alkalmazod vagy nem alkalmazod. Szerintem ezek óriási jövőt adnak még a széflézernek a mellé adható táplálkozás kiegészítők, illetve kozmetikai családok szempontjából. Volt én elképzelés valaha, amikor én tudom, hogy te is komoly egészségbefektető múlttal rendelkezel, táplálkozás kiegészítőket nagyon jól ismered, több előadásodat is hallottam ebbe a témában, most Monikához szólok egyelő, hogy gondoltál-e már arra, hogy lehetne kombinálni esetleg a széflézereket ilyen szempontából?
Azt gondolom, ez a létező legjobb ötlet, ugyanis például, ha valakinek van egy tért kopása, nyilvánvalóan a lézer nagyon sokat tud segíteni, sőt, tanulmányok már mutatják, hogy képes új porcszövet is képződni. Viszont ha mondjuk beviszünk glükozamint a szervezetbe, annak a beépülését segíti. Tehát ha a semmiből nem lehet azért valamit csinálni, tehát ott azért tápanyagokra mindenképp szükség lehet. És én azt gondolom, hogy minden betegségnek, ha valaki egy kicsit otthon van a vitaminokba, táplálkozás kiegészítőkbe, akkor minden betegségnél megvan az a fajta táplálkozás kiegészítő, ami azt tudja serkenteni. Tehát ez ősi tudomány már, hogy mondjuk a fokhagyma az a vérkeringést segíti, és ezt most elmondhatnánk az összes C-vitamin, mindenféle vitaminokról. Hát sajnos nem mondhatod el, de egyébként beszélünk. Jó, nem mondhatjuk el, de még nagyanyáink tudják. Maradjunk akkor ennyiben. És mindenképpen bármilyen krémről, kozmetikai termékről beszélünk, bármilyen táplálkozás kiegészítőről, ezeknek a hatékonyságát tudja rendkívül mértékben fokozni. Igen, és egy kis apró szó elhangzott, ez a nanotechnológiás dolog, amit nagyon sokan ugye használnak, de nagyon keveseknek van ilyen technológiájuk, ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb abszorbál felvevő felületen tud érintkezni a beszívódás nyomán, sokkal kisebbek a méretek, tehát sokkal jobb a felszívódás, és egy nagy felületet biztosít, hogy pontosan azt a területet ellássa azok a hatóanyagra, ami szükség van. És nem tudom, miért mutogatok a térdemre, mutogathatnék az arcomra, a fejtetőre, tehát ez egy óriási kombinációs lehetőség, és még csak a 150-es készülék és a kozmetikai fej kiegészítő lehetőségeiről beszéltem. Van egy kedves közös barátunk, Hegedűs doktor, aki csak az 500-asokra esküszik, hogy ő már mindent kipróbál, de önmagában bőven elég, hogyha csak a nagy készülék áll rendelkezésünkre. Mennyire osztod ezt a nézetedet? Szeretném a te kérdésedet is, vagy a te válaszodat is meghallani, de először Monikának adnám. Ugye én úgy kezdtem az elején ennek kicsit ellentmondva, hogy a középső, tehát a 150-es készülékünk az, ami úgymond a család orvosa, mert mindenféle felhasználása jó. Azért esküsznek orvosok az 500-as készülékre, a nagyobbikra, mert annak a hatása jóval mélyebb rétegekben érvényesül, tehát nem csak a felső 2-3 cm-en tud behatni, hanem akár 6-8 cm mélyen is hat, éppen ezért akár csípőkopások, tértkopások is kezelhetők vele, és hát ma a mozgásszervi betegségek, azt hiszem ez egy népbetegség, és nincs olyan család, ahol ne fordulna elő valamilyen fájdalom, ha más nem egy sportsérülés a gyerekeknél. Megvan a használt, igen, legkisebbnek, közepesnek, aminek egyébként más is a hullám hozta is előtt szeretném. Tehát a legkisebb készülékünk a 30-as készülék, illetve a középső a 150-es, ez egy úgynevezett 660 nanométeres piros színű fényt bocsájt ki. Ezt még látjuk is. Igen, ez az, ami 2-3 cm mélyen képes körülbelül behatni, és az 500-as infrakészülék, az infrasugarak azok jóval mélyebben érvényesülnek. Éppen ezért például az infrakészüléket mozgásszervi problémákra fejlesztettük ki, de ha a családban van valakinek egy bőr problémája, egy műtét utáni heget szeretné, hogy gyorsabban, látványosabban eltűnjön, vagy egy ekcémáról van szó, vagy egy pelenka kiütés a babának a fenekén, akkor az 500-as készülékkel ugyanúgy lehet kezelni, hiszen igaz, hogy az mélyebbre hatol, de hát a felszínen ugyanúgy szóródás van, tehát a felszíni bőr problémákat ugyanúgy tudja kezelni. Egyetlen egy dolog, amire talán az 500-as infrakészüléket nem lehet használni, ha mondjuk van egy fülgyulladás, ahhoz sokkal-sokkal hatékonyabb a 660 nanométeres piros színű lézerfény, ami a két másik készülékkel hatékonyabban megoldható, illetve ahhoz vannak speciális feltétek, száloptikák, amivel be lehet vezetni a fülbe a fényt, még az 500-as készülékre azért nem is csináltunk ilyet, mert ilyen esetekben például ez nem olyan hatékony. Vagy ha valakinek van egy allergiás, szénanáthás problémája, akkor ornyák a hártyát szoktuk kezelni, tehát be kell dugni az orjukba és 3-3 percet kezelni. Ezt megint az 500-as készülékkel a legnagyobban nem tudjuk megcsinálni. Úgyhogy talán ez a két terület, ami nála kiesik, de mivel a fájdalmakat sokkal intenzívebben csillapítja, mint a másik két készülék, és minden családban van valamilyen fájdalom valamikor, ezért nagyon-nagyon szokták szeretni az 500-as készüléket. Neked mi a tapasztalatod? A 150-es készüléket szeretjük mi is, a Jolly Joker, és Isten igazából azt hiszem, hogy a legtöbben ezt a készüléket is keresik. Akinek valamilyen nagyon súlyos mozgásszervi megbetegedése van, az mindenféleképpen előbb vagy utóbb össze fogja hozni azt az összeget, amivel az 500-as készüléket is meg tudja venni. Illetve nekem még a kicsivel is nagyon jó tapasztalataim vannak, mert nagyon sok idős, nyugdíjas
meg tudja vásárolni, mert egészen jó árkategóriában van ez a kicsi lézer, és ezzel is nagyon-nagyon hatékonyan lehet kezelni. Az ornyálkahártya kezelése, a fül kezelése is, és ugye azon keresztül, hogy az ornyálkahártya kezelve van, az egész szervezetben beindulnak ezek a folyamatok, mint a biostimuláció, a fájdalomcsillapítás és a gyulladás csökkentés is. Tehát, hogyha valakinek nincsen valami nagyon súlyos, előre haladott mozgásszervi megbetegedése, akkor érdemes vagy a középsőt, vagy a kicsi készüléket is megvásárolni. Hadd kérdezem meg, szerinted miért fontos az, hogy mielőtt bárkinek vásárlás vagy kezelés mellett dönt, hogy előtt egy ingyenes tanácsadáson részt vegyen, például téged megkeresve? Azért tartom ezt fontosnak, mert mint ahogy már többször is mondtuk, hogy nagyon hatékonyak ezek a készülékek, különböző betegségekre, különböző hullámhosszú lézerek jobban hatnak, különböző módon hatnak, illetve különböző betegségek különböző mélységben helyezkednek el. És ahhoz, hogy ezt át tudjuk beszélni, és egy korrekt tájékoztatást tudjunk nekik adni, fontosnak tartom, hogy igen, jöjjön el, beszéljük meg, hogy a családban más egyéb családtagnak, ugye kutya, nagymama és a többieket már felsoroltuk, milyen betegségek, milyen elváltozások vannak, milyen panaszok vannak, és hogy azt mikor, melyik készülékkel lehetne és érdemes kezelni. Illetve azért is nagyon fontos, hogy személyesen találkozzunk, mert fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ismeretlen eredetű fájdalmakat szigorúan tilos elkezdeni kezelni ezekkel a készülékekkel, mert annyira hatékony, hogy a fájdalmat gyakorlatilag rövid időn belül meg tudja szüntetni, és azért egy erős fájdalom mögött azért sokkal súlyosabb problémák is lehetnek. Igen, sokszor rátok nyitottam, és láttam, hogy bogaráztad a kis leleteiket, tehát ez a 24 év egészségügyi tapasztalat nagyon sokat segít abban, hogy konkrétan lássa neki, mi a gyökér problémája. Mónika, említetted ezt a fülkérdést, a csengőfülű anyósok és társaik mennyiben várhatnak segítséget például a széflézertől, illetve a 150-estől egy kis fül dologgal, és ha már egy kis pöcök van a készülék végén, nagyon csúnyán fogalmaztam, a száloptika, akkor azzal szinte szájba, bárhova be lehet nyúlni. Ezeknek a gyakorlati hasznairól, hogyha beszélnél, pár gondolatod. A fül problémák, ugye az lehet egy fülgyulladás, de nagyon sokaknál csak egy ilyen fülzúgás, fülcsengés, ami évek óta fennáll. Ezekben az esetekben különböző a hatékonysága. Még azt tudom mondani, hogy a fülgyulladások, legyen az egy nemrég keletkezett, vagy akár egy régi krónikus fülgyulladás gyerekeknél, időseknél, 1-2-3 kezelés után nagyon látványos a javulás, akár teljesen helyreülnek évek óta fennálló krónikus fülgyulladások. Ezzel szemben a fülcsengés, mivel annak nagyon sok oka lehet, nagyon összetett, nyilván hát az orvostudomány sem tudja igazán megszüntetni. Tehát nagyon sok oka lehet, ezért különböző mértékben reagálnak rá a paciensek. A tapasztalatunk az, hogy legalább 2-3 hétig napi szinten kell kezelni a fülcsengéses, fülzúgásos problémákat. Nagyon sok esetben sikerül megszüntetni teljesen, de a legtöbb esetben azt mondom, hogy egy nagyon erőteljes csökkenés, tehát hogy kevésbé lesz zavaró ez a probléma. Ezek az eddigi tapasztalataink. És hogy ne nagyon veszünk el így a különböző betegségek, melyik lézer mire jó, talán be lehet majd vágni is ezt a kis papírkát az emberábránknak a hátoldalán. Ott van a három kis lézerkészülékünk, és mellette fel vannak sorolva a különböző betegségek, problémák, amik előfordulhatnak a családban. És azt gondolom, itt mindenki megtalálja a számára a legmegfelelőbb készüléket, mert az nem mindegy, hogy mit, milyen készülékkel kezelünk, ahogy a Barbara említette. Általában, ahol információ van a szép lézerről, mindent ez a kis táblázat megtalálható. Ma már szinte azt kell mondani, hogy a herpes népbetegségé vált. Először téged kérdeznélek meg, hogy ennek mi az egészségügyi oka, és utána meg létszeres Mónika, te, hogy milyen hatással van erre a szép lézer. Hát konkrétan egészségügyi oka így nincs megbélyegezve, hogy mire tudnák nagyon ráfogni. Az az elképzelés van, hogy mindenkiben benne van ez a herpes törzs csoport. Gyakorlatilag az idegpályák mentén szeretnek lappangani, és abban a szent pillanatban, amikor valami olyan stresszéri, vagy immunrendszer így van, az immunrendszer gyengesége lép fel, és még csomó más egyéb dolog is, ugye a stresszen kívül, fáradtság, bármilyen
ilyen adódik, akkor ezek ott elkezdenek őrjöngeni, szinte ezt tudom mondani, és a szervezet leggyengébb pontján bizony tüneteket tudnak okozni, nem csak a szájon tud kijönni, hanem az arcon, a nyakon, bárhol a test bőr felületén ki tudnak jönni, és hogyha általában egyszer kijön, akkor várható, hogy mindig, ahogy az immunrendszer hullámzik, és ilyen fázisok lesznek, valószínű, hogy ott fog újra megjelenni ez az elváltozás. Gyakorlati tapasztalatok, gyakorlati hasznok. Két készülékünk, talán mind a három készüléket mondhatom, hogy lehet a herpeszkezelésre használni. A leges legkisebb a 30-as készülék az ilyen egész apró herpeszeknél, mint például a szájnál kijövő kis herpesz. Annak jóval kisebb a teljesítménye, tehát ezért érdemes a nagyobb készülékeket is használni herpeszre. Pontosan az életlenleg azt hiszem a herpesznek a gyógyulási idejére azt mondják, hogy 7-10-14 nap. Ez amikor nem kezeli valaki semmivel, nyilván spontán önmagától is nagyon sok esetben meggyógyul, nem mindig, de sok esetben. És aki a lézert használja, ez 3-5 napra lerövidíthető, de itt sincsenek pontos szabályok, mert nyilván attól függ, mikor kezdi el a kezelést valaki. Ha valaki ilyen rutinos herpeszes, és rendszeresen van neki, és mondjuk a szája szélén már érzi azt a furcsa bizsergést, akkor ha abban, mielőtt még kijön a herpes, ha abban a pillanatban, vagy mondjuk egy órán belül meg tudja kezelni, akkor ki sem fog jönni neki egyáltalán a herpesz. Ha már elkezdtek a kis hólyagocskák, levedzős egyéb dolgok, akkor meg sokkal gyorsabb a lefolyása, és mondhatnám azt, hogy felére, egy harmadára lehet lecsökkenteni a gyógyulási időt. Észre vettük, de már 40 percet elbeszélgettünk, és nem akarom a kedves nézők türelmét ennyire igénybe venni. Az új most készülő prospektusotokban külön fejezetet szántatok az állatgyógyászatnak, mert hogy a négylábú, kétlábú, meg mit tudom, százlábú barátaink, azok ugyanúgy élvezhetik a lézerek hatásait, sőt, azt tapasztaltam, hogy nekik sokkal bátrabban javasolnak különféle olyan betegség aspektus kezeléseket, amelyeket nekünk egyelőre nem javasolnak, de erről, hogyha egy pár mondatot szólnál, hogy miért vagyunk bátrabbak az állatgyógyászatban, mint a humán téren. Ezt egy állatorvos barátom mondta, aki azt mondta, hogy sajnos ma Magyarországon az állatoknak több esélye van gyógyulni, mint az embereknek, mert hogy nem annyira komolyak a szabályzások az állatgyógyászat területén, mint a humán gyógyászat területén. És ugye mivel az állatoknak ugyanúgy szervezete hasonlóan működik, mint a miénk, természetesen ugyanazok a betegségek, amik az sok embereknél... Sok disznó férfi van, igaz? És ugye a disznóna fiú, akkor talán nekünk is jó. Bocsánat, ez most a feminista oldalam hoztatik. Férjem szokta mondani, hogy a nők meg mókuskák, úgyhogy ők is használhatnak mindent, amit az állatoknak. Miben több talán az állatgyógyászatban a felhasználások köre? Tehát ugyanazok a betegségeket lehet gyógyítani, mint embereknél. Ezen kívül vannak úgynevezett keringési problémák, tehát ez legyen egy ilyen keringési rendellenesség, akár stroke, infarktus, trombózis, bármi hasonlónak a rehabilitációja. Nagyon-nagyon látványosak a gyógyulások ezen a területen, és a humán gyógyászatban ezekre még éppen most dolgozunk az engedélyeken, hogy a hivatalos engedélyeink meglegyenek. Egyébként gyakorlati tapasztalat, hogy a humán gyógyászatban sok kórházban használják a készülékünket, és mondjuk ha valaki allergiás, akkor ugye az ornyálkahártyáját kell megvilágítani, és azt vették észre, hogy mondjuk olyan paciensek, aki allergiás, de egyébként átesett egy sztrókon, vagy valamilyen nagy keringési problémája volt, nagyon gyorsan javultak. Tehát akár olyanok, hogy egy ledénult arc, vagy egy beszéd zavar, ami fennmaradt a stroke után, vagy egy emlékezet kiesés, ezek gyakorlatilag teljesen helyre tudtak állni regenerálódni, függetlenül attól, hogy mondjuk az a stroke az egy hónapja következett be, vagy akár 5-6-8-10 évvel ezelőtt. És hát nagyon sok ilyen személyes tapasztalatunk van, hogy a bácsika megvette a mamának otthon a készüléket az allergiára, és ájulásos rohamai voltak a néninek évek óta egy ilyen stroke következtében, nem tudott kimenni otthonról, mert minden nap elájult, és mikor az allergiáját kezelte, akkor azt vették észre, hogy pár hét után teljesen megszűntek az ájulásos rohamok, és egy teljesen más életminőséget tudott élni. Utolsó kérdésem van, és mind a kettőtöknek föltenném, hogy ezek a széplézett készülékek mennyire kompatibilisek, felválthatók azokra a klinikán használt lágylézer készülékekre, amelyekhez még védő szemüveg kellett, így ugye itt az a nagy dolog, hogy nem kell hozzá, és ott viszont a betegségek jóval szélesebb spektrumát gyógyították ezekkel a készülékekkel, és a te kérdésed majd az lesz, hogy mekkora esélyt látunk abban, hogy ezek a gyógyítási területek kiszélesedjenek, úgyhogy házilagos használat kapcsán is, amit a klinikán tudtunk, azt tudjuk már otthon is.
Mónika, először hogy lehet ezt? Ugye a lézer különlegessége azért is ez a nevünk, hogy safe lézer, hogy biztonságos lézer, mert hogy olyan speciális módon szórtuk szét a lézerfényt, apósom, aki egyébként 50 éve lézerfizikus, és nagyon sok találmánya van, ő az, aki 2012-ben ezt kidolgozta, hogy egy olyan speciális módon szétszórtuk a fényt, hogy teljesen veszélytelen már a szemre, és ennek következtében az alkalmazása is egyszerűbb, mint egy kórházi lézernek, hiszen azok általában pontszerű vagy szűk sugárban végződő lézerek, amik nem csak hogy a szemre veszélyesek, de ott nagyon pontosan tudni kell orvosilag, hogy milyen pontokat kell eltalálni ahhoz, hogy az a bizonyos gyógyulási folyamat beinduljon. Még nálunk nagy felülete van, akár 2-3 cm átmérőjű felülete van, és az ember, ha csak azt érzi, hogy jaj, itt fáj, elég, ha oda teszi, és valójában nem kell tudnia a pontos pontokat, mert így is el fogja találni, ha 2-3 oldalról mondjuk egy térbet megvilágít. Tehát sokkal egyszerűbb az alkalmazása, veszélytelenebb az alkalmazása, sőt, vannak olyan tapasztalataink is, hogy mivel egy nagyon nagy erejű lézer, például az 500-as infralézer, hogy olyan mozgásszervi fájdalmak, betegségek, amik hagyományos infrakórházi lézerekkel nem gyógyultak, sok-sok esetben az 500-as infrakészülékkel mégis gyógyultak, ennek már egy nagyon komoly fizikai magyarázata van, de ez mondjuk inkább a fizika része, ezt a férjemmel érdemes majd megbeszélni. Na, elközelben hívjuk őt is, nem? Te hogy látod, mikor lehet ez teljes egészében ugyanazt a spektrumot otthon kezelni, amit egyébként a klinikán az előbb elmondott módon hosszú évtizedek gyakorlatával elvégezték? Nagyon bízom Móniékba és az ő áldozatos munkájukba, mert abban a szent pillanatban, hogy a hivatalok kiterjesztik az indikációs kört, akkor gyakorlatilag szerintem nem lesz határ, és mindenki megvásárolja majd ezeket a készülékeket, és méltó módon tudják magukat kezelni. Kicsit könnyítve lesz majd az előjegyzési rendszer is a kórházak túlzsúfoltságát tekintve, és hatékony lesz az otthoni gyógykezelés, vagy gyógyterápia. Majd kitaláljuk rá a megfelelő szót. Én ebben látom a fantáziát, hogy ahogy jönnek majd a visszaigazolások, a bátrak, akik esetleg kipróbálják nem csak az indikációs körnek megfelelően, és az ő visszajelzéseik alapján is majd kellő dokumentum és hivatalos kutatások is a rendelkezésünkre állnak, akkor meg tudjuk győzni, hogy azt a nagy teljesítményű készüléket, amit arra képes, arra a hatásfokra képes, az ezekkel a készülékekkel is otthon biztonságosan véghez vihető. És reméljük, hogy ez az egész dolog nem lesz az érdekek harca, és akkor most mindenki tudja, hogy miről beszéltem. Látjuk, hogy azért az előjegyzések, a kórházi körülmények azok nem rózsásabbak, és hogyha a környezetünkben, a családainkban, vagy a barátainknak van egy ilyen szép lézerkészüléke, akkor igenis az egészségünkért és a gyógyulásunkért nagyon sokat tudunk tenni, és biztos vagyok benne, hogy a humánum és a segítő készség az emelkedni fog, ahogy ti csodálatos módon Magyarországon megkaptátok az ehhez szükséges engedélyeket, mert ez nagyon kevés induló vállalkozásnak szokott lenni, és ezt gondolom Rózsa Károly professzor érdeme is, aki szinte az összes olyan embert oktatta, akik most az engedélyeztető hatóság tulajdonában ülnek, de ez most a vicc része volt, őt is nagyon várjuk itt a Szép Lézer Tudáskárban. Megköszönöm, hogy itt voltak a hölgyek, nekem nagyon élveztem ezt a beszélgetést, remélem önök is, elnézést, ilyen sokáig húzta a kedves riporter, de nem lesz ez soha másképp. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.